Na, sziasztok! Voltak ilyen sorozataink a múltban, akár F1-gel, akár MotoGP-vel, csak hát időhiányában kénytelen voltam lelőni, úgyhogy most teszteljünk valamit. Hogyha ez a verzió, ahogy most itt látjátok majd ezt a mai részt, ez részletekről működik, ezt légy írjátok majd le kommentben, hogy mizu, akkor ebből tudunk csinálni egy bajnokságot, mert így lesz időm megcsinálni a részeket. Nem csinálunk benne karriert, mert az tényleg nagyon húzós az utómunkák miatt, hogy ez egy sima bajnokság lesz, de az azért megpróbáltam földobni, hogy mondjuk az amerikai pályát kicseréltem egy másik amerikaira, az angolt kicseréltem egy másik angolra, beraktam Brunót a Kimi Ring helyére, mert a Kimi Ring egy rettenet fos. Úgyhogy nyilván megyünk termászba is, ugye, ahol ugye most kicsit tűz van, úgyhogy, vagy tűz volt, úgyhogy nem annyira van pálya. Hogyha próbálom feldobni, nyilván az lett volna az ideális, hogyha ezt a plusz 2-3 pályát ezt hozzárakom, de csak 20-at engedélyez. Azért Laguna Seca izgi lesz. Jó, szerintem egy része egy futam, lesz egy 20 részes sorozatunk, aztán hát már ha nektek tetszik nyilván. Aztán mi az, ami érdekes? Nyilván Suzuki-val megyünk, mert az az egyetlen csapat, ahol hát már nagyon kijárna egy satellite bike, vagy minimum, hát jelen esetben egy harmadik gyári, mert lehetne ilyen szatellitet csinálni, csak hát nem vagyok megelégedve a saját munkámmal. Meg annyira jól néz ki a gyári Suzuki, hogy szeretnék azzal menni, úgyhogy ez van, ezzel megyünk, pont. Jó, Suzuki lesz, amúgy gyorsan végigmutogatom, hogy a performance-okat megpróbálták, hát eljel közel belőni. Mennyire sikerült, azt meg mindenki előtt, ez a Tech 3 az például rohadt erős lett ahhoz képest, amit tud, az Aprilia pedig semmi. Na mindegy. Verseny. 35%, igen, 70%-os AI, nem merek följebb menni. Borzasztó nehéz fékezni, egyetlen esés után már ott tartunk, hogy akkor a mezőny már csak távcsővel látja az ember. Igen, ennyire durva az AI. Én eddig az összes játékkal 90 és 100% között, bocsánat, buvárkort, szóval 90 és 100% között mentem az összes, a 20-assal, 19-essel végig, 13 óta. Hát ugye akkor még nem így volt, hanem akkor még valami realisztik, meg ilyenek voltak a szintezések, és aztán nem is tudom, mikor jött be ez a százalékozás, talán a Valentino Rossi The Game-nél, de lehet, hogy egy kicsit később, de szerintem a 16-osnál. Na mindegy! És itt most 70, látni fogjátok 70. Ez azt jelenti, hogy néhány pályán valóban sokkal gyorsabb leszek, máshol pedig sokkal lassabb. És ez azért is van, mert amúgy ez a 70, ez időmérőn igaz. Tehát időmérőn valóban 70%-on még katarma is adok egy másodpercet a többieknek, de futamon aztán sokkal-sokkal gyorsabbak lesznek, ami nevetséges. És azt pedig nem szeretném, hogy állandóan pólból indulva hátulról nyomkodjanak minket, mert abban nem lesz túl izgalmas videó, úgyhogy nem megyünk futamokat, ellenben Suzukihoz méltóan mindenhol a 9. hely környékéről, vagy pontosan a 9. helyről fogunk menni, a harmadik sor vége, ez úgy nagyjából reális a Suzukiról. Gyorsan azért végigmutatom, hogy mit használok, mert kettő dolgot azért be kellett kapcsolnom, egyrészt a féket. Hát lehet teljesen kikapcsolni, lehet föltenni high-ra, azért high-on nem megyünk, mert az hát nem is élvezhető annyira. Moderát szükségem van erre, mert még így is nagyon durván fejre tud állni a motor, majd meglátjátok főleg Portimóban, vagy bárhol, ahol van egy lejtős féktáv, úgyhogy az kemény lesz. Így is, az nagyon durva, gyerekek, hogyha játszottatok vele, akkor szerintem ti is tudjátok, ez a fékezés az valami iszonyatosan nehéz ebben a játékban. És már játszom vele másfél hónapja, de még mindig nagyon nehéz. Jó, és akkor még nyilván a váltás az, amit még használok, mert hát nem vagyok polip, és nem vagyok hajlandó annyit váltani. Tudom, ezt meg kéne tanulnom, lehetne, mindenki azt javasolja, aki profin játszik, hogy ez legyen az első, amit kikapcsolsz. Nekem nem áll rá az agyam. Lehet, hogy előbb-utóbb eljutok eddig is, de most itt tartunk. Minden más ki van kapcsolva, tehát, vagy hát a manuál rajtot be van kapcsolva, hogy tudjak én rajtolni, de ja, értitek. Tehát semmi más segítség nincs bekapcsolva, csak az a kettő dolog, minden más. Off. Jó, futamokat láttátok, motort láttátok, szerintem csapjunk bele a lecsóba. Na hát, csodaszép. Ja, kijön írva, hogy hanyadik a bajnokságban, de hát ugye egy olyan nulla ponton áll mindenki.
így nagyon jó. De ez tök jó feature lesz majd a későbbiekben, amikor majd lesznek már helyzéseink. Szóval nagyon szép motorunk van. Mielőtt kimennénk itt a pályára, mert hát ugye megyünk a futamra. Van egy csomó setup lehetőség. Ebben annyira nem vagyok otthon. Nem is leszek valószínűleg, mert... Lusta disznó vagyok. Viszont van egy bizonyos alapsegítség, amit ugye a játék már alapból felajánl, hogyha itt megnyomjuk itt az RT-t, akkor egy kis kék pöttyökkel jelzi, hogy szerinte mit kéne változtatni, mert az alap setup egyébként katasztrofális, de hogyha annyit megcsináltok minden futamon, legalább, hogy itt nyomtok egy X-et, és beállítjátok azt, amit ő ajánl, akkor ő mindenhol egy kicsit arrébb teszegeti a dolgokat, ahogy ő gondolja. És ez már egy fokkal jobb. Még mindig nem olyan halál extra, és sokkal-sokkal-sokkal jobbakat be lehet állítani rajta, hogyha valaki veszi a fáradtságot és utána néz. Én ennél lustább vagyok, ezzel már elég jól el lehet menni. Nyilván lehet most ezt mondani, azért vagyok a 70%-os ainál, mert ennyire állítom be a motort. Ez valószínűleg igaz, bár a beállítás az utolsó néhány tized másodpercet jelenti, és egyelőre, hogyha följebb benném az ait, akkor hosszú másod, vagy kemény másodpercek előttem vannak. Úgyhogy inkább csak meg kéne szólni motorozni, igaz? Na jó, kimegyünk mindjárt a pályára. Gumik, itt is van ilyen kis villanykörte, hogy mit ajánl. Tehát nem ajánlja, hogy hardot meg médiumot tegyünk előre, amúgy itt a valóságban soft-softtal mentek. Ezt itt a játékban nem fogjuk, tehát a softot már ő is ajánlja, hanem minimum médiumot ajánl hátulra, ezt is fogom rakni. Ez a játék meg az összes korábbi milestone-os úgy megy, hogy magának a játékmotornak a sajátosságai miatt a hátsó gumikat úgy eszi, mint a fene. Úgyhogy egész egyszerűen hátulra mindig föl kell tenni legalább egy médiumot. És egyébként gyakorlatilag majdnem, hogy mindenhova médiumot kell föltenni, mert a 21-es játékban a hard gumi az iszonyatosan nem tapad, ellenben a médium nagyon sokszor végigbírja legalábbis a 35%-os futamokat. Ugye azt tudnotok kell, hogy proportionatra van állítva a kopás, tehát az azt jelenti, hogy annyit kopik most a 35%-os futam alatt a gumi, amennyit egy 100% alatt is kopna. Ugyanez a benzinre is igaz, tehát úgy fogy. Ellenben itt is, hogyha mész le, akkor előbb-utóbb kiírja, you might not complete the race. És hogyha ezt kiírja, akkor onnan még mész kettőt legalább le, akkor még mindig biztos, hogy simán kivírod. Ugye ez preferencia kérdése, hogyha kicsit följebb hagyod, akkor többet tudod használni majd Power 3-ban a motort. Hogyha kicsit lejjebb veszed, akkor meg kettőben. Most Power 3-ban az a nagy szitu, hogy iszonyatosan csúszik a motor, szóval én ezt nagyon-nagyon ritkán használom a versenyen, hogy kicsit lejjebb veszem mindig inkább a benzin, mert úgyis a kettes mappingben megyek kb. Végig, kivéve a rajtot. A fékek is vannak, itt olyan borzasztó nagy különbségek nincsenek, hogy heating time, cooling time. Vannak pályák, ahol lényegesek, például a Fülöp-szigetek, Ausztrália, ahol iszonyatosan lehűl az első fék, mire odaérsz az első hajtóig, ott érdemes olyat kiválasztani, ami lassabban hűl le. Mindegy, itt is egyébként ajánl, van egy ilyen kis pipa, most nem tudom, hova mentem, hogy melyiket ajánlja, pont az van berakva, melyiket ajánlja, úgyhogy isteni, csapjunk bele. Valamiért pole pozíció, ez hihető. Vinyales, Quartararo, Espargaro, Miller, Márquez, azért többi az viszonylag a helyén van. Valamiért egy kicsit előre került, hogy úgy mondjam. Na egyébként lehet, ugye, ha már nézted a korábbi videómat, akkor tudjátok, de rajtszámot csinálni, sisakot csinálni, fenék fölötti feliratot csinálni. Na most a rajtszámot is, meg a sisakot is gyakorlatilag loptam, tehát ha föltöltik az emberek, akik készítették, akkor le lehet tölteni egymást, itt egy ilyen jó kis közösségi cucc. Egyébként szerintem nagyon szexi lett ez a 95-ös, azért tetszik, azért le is szedtem. Még jól is néz ki ez a piros ezen a kék motorom. Egyedül a fenék felirat saját, azt valóban én csináltam. A sisakon is lopkodtam, abból már loptam vagy ezeret, mert abban nagyon sok jó kinéző sisak van, most ez éppen tetszik, de lehet, hogy minden futamon más sisakban megyünk, majd azt majd kitaláljuk. Minden esetre most itt Katarban ezzel leszünk. Jó, tehát hogyha valaki nagyon érzi magában az ihletet, akkor nagyon sokat tud itt szerkezgetni rajtszámokon, sisakokon. Nagyon király dolgokat lehet csinálni, csak azért nem egyszerű annyira. Jó, hát mirpol pozíció, ez nem túl hihető továbbra sem, de jaj, ez viszont nem jó. Gyorsan átkotintottam lenne a dolgokat, mert mennyivel jobban kilőtt az utuk itt a jóisten. Aztán nem merek mélyre menni a féktávon, mert felöklelnek, mint az állat. Na
hát hiába jöttünk fel kb. A második helyre, a féktáv után ugyanott vagyunk a rajtót, úgyhogy hátrébb egyel. Ugye kettővel hátrébb, hogyha még itt Morbidelli bezabál minket. De a cél az, hogy egy tékben vágatlanul itt végig menjek nektek, hogyha esetleg valaki fölhív telefonon menet közben, arról nem tehetek sajnos, akkor ott lesz egy pici vágás. És meg is előzött Morbidelli is, nagyon jó. Egyébként én kifejezetten kedvelem a katari pályát, de itt nagyon erős az AI. Itt iszonyatosan erős az AI, de csak futamban, mondom, időmérőn 55 alá nem mennek, és bőven 54-es köröket tudok már jönni szerencsére. Futamon egyrészt nem tudok olyan gyorsan menni, másrészt ők viszont igen, tehát ők mindjárt repeszteni fognak 55-öket, ebben egészen biztos vagyok, 70%-on. Ha valakinek ez nem mond semmit, azt hiszem, hogy 53-as a pálya csúcsa valóságban. Jó, nyilván nem ugyanaz a pálya, egyáltalán nem lézerszkennel vagy ilyesmi, de azért ez egy jó tempó. Főleg összemérve az én tempómmal. Aztán majd mindenki megítéli maga, hogy mennyire megyek rohadt bénán. De én úgy vélem továbbra is, hogy az, amit csinálok a pályán, az nem 70%-nak kéne, hogy legyen. Plusz Katarban még egy apróság van, amit mindjárt láttok. Jövünk a célegyenesben. Itt úgy van megoldva a szintezés, hogy a pálya közepén rohadt gyorsan mennek, és egy helyen mennek lassabban, mint te. Az az egyenes. Ez nem minden pályán ilyen, de van pár pálya, ahol így van megoldva. Azért sikerült néhány pályán, azt a rohadt, hogy meglökött hátulról, itt majdnem eltaknyoltunk. Van pár pálya, ahol normálisan meg van csinálva, és lehet velük rendesen versenyezni. Itt Katarban katasztrofális, mert tényleg az van, hogy a pálya közepén letolnak a pályára, sokkal gyorsabbak. Olyan kigyorsításokat nyomnak, hogy beszarsz, és aztán az egyenesben meglassítanak, vagy mintha le lenne szabályozva, mint egy kamion. És ilyentől kezdve itt a pálya közepén egy nagy túlélés, és bármilyen motoron vagy, az olyan, mint egy Ducati. Nagyon kenyény. Aha, vagdossák le a kanyarokat. Amúgy ezekben is szoktak sokszor esni. Valamelyest javítottak rajta, tehát aki nézte az AI-k esésekelése videómat, ami nem tudom, most már egy több hetes, majdnem hónapos, nem biztos. Hát hónapos nincsen, de több hetes biztos. Szóval azon javítottak. Egy-két pálya van még, ahol még mindig katasztrófa, mondjuk Ausztráliában az kegyetlen. De azon tényleg javítottak. Egyre kevésbé látni ilyen orbitális AI eső bukó hibákat. Például szerintem itt most lehet, hogy megusszuk nullával, itt Katarban nem annyira szoktak esni. Na, a csapattárs Joan Mir az nagyon szépen elhúzott az elején. Még egy apróság, hogy itt olyan, mintha... Júj, csak igen, pofázok és közben vezetni kéne. Hogy mintha összekeverték volna a Ducatit és a Suzuki-t, ami nyilván nem történt meg, de hogy a whole shot device a Suzuki-nak, láthattátok, ez nem csak nálam, hanem Mir is kilőtt, mint az állat, meg Greens is, az sokkal jobb, mint bármelyik másik motor. És én azt hittem egyébként, amíg nem mentem Suzuki-val egy körcse, hogy ez csak az AI-nál lesz így, de nem, érezhető. Tehát, hogyha te mész Suzuki vagy én megyek most épp a Suzuki-val, akkor érezhetően sokkal jobban lő ki rajta. Jó, ezt meg hagyjuk, hogy a Ducatit így zabáljuk az egyenesben, ez továbbra is az AI-féle szintezés. Az anyját! Majdnem fejreálltam. De utána az egyes kanyarban már megint durván jönnek, szóval igazából tök mindegy. Tehát az ember megy az egyenesben melléjük, kap egy kicsi sikerélmény, hogy ez az, valakit megfogtam, de a kanyar végére már megint mögötte van. Hú, ez kockázatos volt egy kicsit. Nem vágom, ha én ott lemennék a pályára, biztos, hogy eltaknyolnék. Úrinc, de rossz ritmusban mész, a picsába! Ez egy hibám volt, bocsánat. És el is vittem Bagnaiát. Bocsi. Ez így probléma, innentől pontunk sem lesz a futamon. Mert még egy apróság, amit nem mondtam, hogy oké, hogy itt a valóságban is Katarban gyakorlatilag 5 másodpercen belül bejött az első, nem is tudom, azt hiszem 7 másodpercen belül jött be az összes pontszerző a valóságban, annyira durva volt a mezőny. Ez itt minden pályára igaz gyakorlatilag itt a játékban, kivéve ha esik az eső. Innentől kezdve, hogyha nem találod meg pontosan a szintedet,
akkor vagy az van, hogy nagyon a mezőny előtt vagy, vagy nagyon a mezőny mögött vagy. Az, hogy a mezőny sűrűjében legyél, ahhoz nagyon pontosan el kell találni. Ami nálunk most pont esedékes, mert mivel így, hogy egyszer eltaknyoltam, és azért inkább a mezőny elejében volna a tempóm, főleg egy Suzuki-val, így pont az lesz, hogy a mezőny közepét fogjuk itt remélhetőleg mindjárt megtalálni. Ha csak nem itt a végében maradunk, az nagyon rossz lenne. Jaj, igen, túlcsúszott. Igen, az egyenes, mi is megyünk mellé, mert sokkal gyorsabbak leszünk, még zárkót is meg fogjuk fogni. Jogos. Ekkor bányája velem együtt esett el, és ennyivel előrébb van. Na mindegy. Láthatjátok egyébként a jobbra lent, a, hát a jobb oldali kis telemetriából a bal oldalában, hogy a benzin az már plusz egykörös. Tehát az, hogy a mód 2-ben megyek, az szépen tölti vissza azt, amit az elején én levettem. Igazából még egy csomószor nyomhatok majd Power 3-at, még így is. Nyilván túl sok helyen nincsenek értelme, csak a cél egyenesben. A fékezés. A fékezés, ezt másfél hónap alatt nem bírtam megtanulni ebben a játékban. És mondom, moderaten van, tehát még csak nem is a high-on. Vagy a high-on, tehát nem is a teljesen off-on. Minimális segítség állítólag van. Nem merem kipróbálni még a teljesen off-ot. Láthatjátok, hogy miért. Bár itt még annyira nem is a fejreállás volt a gond, itt egész egyszerűen a lassú kanyarban túl későn akartam fékezni, hogy előzzek. És azt már nem bírtam átvinni azt a tempót a kanyaron. Vagyis hát nem bírtam megállítani olyan gyors tempóról. Ez most egy nagyon borzalmas utolsó előtti szektor volt itt tőlem. Jó lenne azért pontot menteni, oké? Tehát azért ne úgy kezdjük ezt a sorozatot, hogy nulla pont az első futamon. Bár Katarban benne van. Nagyon durvák. Na, a két Ducatit bezabáljuk. KTM is. Nagyon izgi. És meg is tartottuk a positiont. Nagyon jó. Még a végén pontot szerzünk. De ne kiabáljuk el. Na, a Binderre kívülről. Bátor, főleg így, hogy a rázón is átdobom. Jó, kedvenc kanyarunk jön. Itt most direkt egy kicsit állítva jöttem be, mert ha Binder úgy ér hozzám, hogy be van döntve a motorom, akkor nyalok megint el. Jaj, leutálom azt a kanyart. Na, hát akkor semmivel nem vagyunk előrébb, mint a köröleim. Gyertek a pucihoz. A pulyhoz mi? Én már nem túl kedvenc szektorom. Amúgy, hogyha ezt sikerül megcsinálni jó flowban, akkor nagyon király, de nehéz. Nem is jött össze. Jaj. Tehát most őszintén, nem vagyok egy világverő, meg semmi ilyesmi, de hogy ez legyen a 70%, amit itt én produkálok, ezt kikérem magamnak. És ezt hagyján, de hogyha online megy az ember, akkor online a 20%-os AI megy úgy, mint én. A 20. Na jó, annyira nem, de hogyha a 20%-os AI mellett elesel, akkor nem látod őket többet. Nagyon durva. Lehet, hogy azóta azon javítottak, nem játszottam online egy hónapja, úgyhogy azóta jött ki két patch. Majd teszteljük a srácokkal, mert elvileg lesz sorozat. Most már lassan megvan mind a négy társamnak, hogyha nézzétek a
korábbi motoros adatainkat, hogy előbb-utóbb abba is belecsapunk. A pofáza annyi. Péter, azt a büdös! Oké, okay, warning, alig éltem túl ezt a kanyart. Ja, amúgy alapvetően itt is a normál szabályok az ennének az lennének, hogy három, a harmadik warningra megjön a long lap. Itt ezt én kivettem, hogy kevésbé legyen strict, itt azt hiszem 5-öt enged, vagy 6-ot. Akkor dobja a long lapot. Mert bőven benne vagy az AI fog kicsapni a pályáról, vagy hát egy ilyen. És ez aztán tényleg warningot ért, hogy itt kb. Meghaltam. Majdnem. Hó, egyébként nem is figyeltem, de már pont szerző helyen vagyunk. Hó. De Suzuki-tól azért elvárható. De eséssel együtt, ez nem olyan rossz. Amúgy a tempó az egészen jól be van lőve egy a futamra. Na, időmérőn biztos, hogy pól lett volna. 55-4-et megy Mir, nekem mintha 55-7-em lenne, de most nem merek fölnézni oda jobbra. Kicsit talán jobb lesz az a köröcske, de nem biztos, mert borzasztó az utolsó kanyar. Nem lesz jobb, sőt. Ellenben Espargaró megvan. Ez egész jó féktelmet. Nem jön vissza, nem jön vissza, nem jön vissza, nem maradsz. Helyes. 13. hely. Még itt ennek a sornak az eleje, aki talán Morbidelli, ami foghatónak tűnik. És ez lesz a végállomás, hogyha egyáltalán addig eljutunk. Na, rossz ér, egy kicsit bevállalós volt tőlem. Nincs is még meg. De megvan! Hú, oké, ez egy egész jó előzés volt, végre. Mert ott meg lehet fogni a motort, itt ezen a kanyaron nem. Na, egy top 10-et. Jó, egy top 10-et hozzunk ki ebből a futamból, főleg úgy, hogy a csapattársaim az elejében. Hát, Rinsz itt van nem sok előttem, jól van, az nem lenne annyira ciki, hogyha Rinsz mögöttbe jönnénk. Júj! Persze erre nem dob warningot. Jajajajajaj, és innen az egész ritmus rossz. Péterem, utolsó előtti körben vagyunk. Három embert még meg kéne fogni, ami nem biztos, hogy lehetséges, úgyhogy gyerünk. Az egyenesben sokat lehet fogni, azt tuti. Ha kicsit közelebb tudnék egerészni, akkor legalább egy ember meg lehetne. Olyan jó, hogy elmondtam már százszor, hogy föl lehet nyomni hármasra, úgyhogy most föl is csapjuk háromba a mappinget, így van. Csak akkor nagyon tud csúszni a féktáv. De most ezt egész jól megcsináltuk. Ebből jövünk ki. Már nyomjuk, már nyomjuk, már nyomjuk. És nem is rossz. Megvan. Ó, még Morbidel is meg lesz. Jó, hát ez totál hülyeség. És igen, ezért nagyon nehéz Katar, mert így van belőve, ez nem minden pályára. Ujj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 
Ennyi. Kikukáztam az egész futamot. Bocsánat, srácok. Hát sajnálom. Igen, tehát a hármasban egyszerűen a fékezés is más. Amit kikérek magamnak. Tehát, hogy oké, értem nagyobb tempóról, de hogy így fejreálljon, semmit nem csináltam máshogy, mint korábban. Tehát oké, legyen hosszabb a fékút, és csúszszak le a pályáról, de az, hogy így pofára essek, ezt nagyon kikérem magamnak. Már kérem szépen, fiúk, lányok, az első részen, az utolsó helyen értünk be. Na, ez legyen motiváló tényező, hogy folytassuk a sorozatot. Persze még van egy fél kör, de hát már minek. Nem is tudom, amit kezdtem elmondani. Annyira szép volt. Most már nem is bírok menni. Hova megyek? Jó, tehát, hogy mintha rémlene. Hogy igen, hogy a Katarban ezért nagyon-nagyon nehéz a dolog, mert a legtöbb pályán azért nem ez van, hogy ennyire durván rosszak az egyenesben, és így kompenzálják az időt. Itt ugye azért megyek ugyanannyit, mint ők, bár sikerült a leggyorsabb kört legalább jönni ezzel a tapnyolás előtt. Hogy mert az egyenesben ennyivel lassabbak, és egyébként emiatt a kanyarokban meg gyorsabbak nálam, úgy jön ki a nagyjából hasonló idő, ami hát élvezhetetlen.
Mondom, a többi pályán ez nem feltétlenül így van. Mindjárt megyünk majd Termászba a következő részben, hogyha lesz következő rész, ezt továbbra is írjátok meg. Szeretnétek-e látni, hogy esetleg nem az utolsó helyen szenvedem be magamat a célba? Jaj, Istenem! Merően elgondolkodom, hogy éppen figyelten föltöltsem ezt, de hát ez van, ez sikerült. Innen szép följönni a bajnokságba, ami 19 futam. Az első így olyan, mintha részt se vettünk volna. Jaj, te jó ég! Oké. Ki is ült az első fékem, hogy elnézitek, hogy jobbra lent. Kék az egész. Jó, utolsók lettünk. Mir, Vinales, Espargaró, dobogó az Apriliának. Miller, Márquez, Quartararo, Nakagami, Rins, és itt jöhettünk volna mi. Amúgy tempóból bőven, mert 56-okat, 55-4, Mir, 55-7, alig vannak 55 alatt, itt van az 55-1. Megvolt a tempó, csak két esés, hát főleg három, az már nem fér bele. Egy eséssel még visszajöttünk volna a 8. helyig, a 9. helyig. Úgy esés nélkül nem tudom, hogy hol lehettünk volna, mert hát alapból itt szenvedtünk valahogy ezen a környéken. Már az első taknyolásnál is, ja, pont Rinsznél. Jó, hát ez lett. Léci, tényleg írjátok le, hogy mi legyen. Tehát, ja, ez meg a másik kedvencem, hogy nem lehet a rajtig visszamenni, a harmadik kört tud csak replayezni. Na jó, tehát ezekkel a képekkel búcsúzom. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, tényleg írjátok meg, hogy legyen ennek folytatása, vagy maradjunk abban a roppant ciki helyzetben, hogy a csatornán levő egyetlen MotoGP 21 félkarrier videó az lesz, hogy én a tök utolsó helyen szenvedem be magamat a Suzuki-val, ami amúgy a tavalyi világbajnok motor. Léci, ne hagyjátok, hogy ebben a kellemetlen helyzetben folytassam az életem. Ah, de jó, az esés mutatja, pont az esés mutatja, igen, hát ez full én voltam, és nem tudom, Rinsz, hogy értetünk. Hát itt brékelünk, a lábamot az ketté tört a bagnyája, mindegy. Jó, na, hát akkor a legjobb képsorokkal búcsúztam, legyetek jók, sziasztok!